Idősek napját tartottak Kocsolán. A hétvégi rendezvényre szívesen várták a település idősebb lakóit, hogy egy közös ebéd mellett egy színes műsor keretén belül közösen beszélgethessenek és jól érezzék magukat. A program során 7 idős embert is megajándékoztak. Ők idén betöltötték a 80. és a 90. születésnapjukat. Településünkön novemberben szoktuk tartani az idősek napját, ez már hagyománynak számít falunkban. Ilyenkor várjuk a 60 év feletti idős, szépkorú embereket, lakosainkat. Körülbelül 95 lakosunk jelent meg a mai rendezvényünkön. 11 órai kezdettel volt meghirdetve a kis ünnepségünk, 11 órától vártuk az idős szépkorúakat, egy kis ajándékkal vártuk itt mindjárt az ajtóba, hogy belépnek őket. Utána volt egy kis köszöntő, és itt köszöntöttük a falunkban, településünkön élő 80 és 90 éves embereket, akik a születésnapjukat töltötték be idén. 6 80 évest köszöntöttünk, és egy 90 évesnek volt a idén a születésnapja. Azért, hogy mert tényleg, ami sokat kaptunk, megemlékeznek rólunk meg. Hát nagyon-nagyon boldogan. Minden egyes erre eljövök, ha van születésnap, ha nincs. De most meg hát ez egy csodálatos meglepetés volt, mert hát még ilyenben nem volt részem, hogy köszöntsenek a családomon kívül. Nagyon jó érzés, hogy megköszöntöttek, gondolnak ránk. Jó érzés, igazán. Kocsolán nem csak egy évben egyszer foglalkoznak a szépkorúakkal. A rendezvények mellett van egy klub is, ahol minden hétfőn 2 órán át közösen beszélgethetnek, vagy például kirándulásokon, főzőcskében is részt vehetnek. A szépkorúaknak van klubjuk, amint minden hétfőn összeülnek és egy kicsit beszélgetnek. 2 klubunk is volt, csak a sajnos az idősebb generáció már nem tud részt venni, nem tudnak elmenni, hogy egy kicsit is beszélgessenek, de van a Vidám Hölgyek klubja, akik minden héten szívesen összejönnek, kirándulásokon vesznek részt, elmennek különböző rendezvényekre. Úgyhogy szerintem ők nagyon aktívan mozognak még most is. Van egy idősebb klubja, oda járunk. Én vagyok a legidősebb tagja. Úgyhogy ott minden hétfőn összejövünk. És az is nagyon jó, hogy elbeszélgethetünk egy kicsit. Először voltunk 30-an, legelőször 30-32-en, most már kevesebben vagyunk, 14-en, 15-en, van úgy, hogy még kevesebben, mert ugye el vannak foglalva a népek, vagy és nem tudnak úgy jönni, de így azért ennyien össze szokunk jönni azért, hogy minden hétfőn van, 2 órától 4 óráig vagyunk minden hétfőn. Szerveztek már kirándulásokat erre, arra voltunk, már több helyen voltunk. Volt, hogy főztünk ebédet, meg meghívtuk a vendégeket, hívtunk polgármesteri hivataltól, hívtuk a polgármester asszonyt, meg ilyeneket, úgyhogy ilyen szervezések vannak, különösebbek nincsenek. A település számára fontos, hogy ne hanyagolják el az idősebb korosztályt. Az idősek napja is ezt a célt szolgálja, hiszen a közösséget szeretnék erősíteni, és emellett együtt megünnepelni azokat, akik egy jelentős születésnapot betöltöttek idén. Szerintem nagyon fontos az idősek jelenléte a településünkön, hiszen nagyon sokat tanulhatunk még a mai napig tőlük, úgyhogy ők teremtették meg nekünk a múltat, és a jövőt pedig mi fogjuk felépíteni. És én főleg mindig nagy gondot fordítottam az idősekre, hisz én mint házigondozó dolgoztam itt a településen, úgyhogy nagyon jól ismerem az idős embereket. Szeretek nagyon köztük lenni, beszélgetni velük, és ez nekik is nagyon fontos, és egy ilyen mai napi rendezvény is szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit összejönnek, beszélgetnek, több figyelmet kapnak ezen a napon, próbáljuk minden kedvességgel megajándékozni őket. Most is műsorokkal készültünk, óvodások, iskolások műsora fog következni, és a helyi német nemzetiségi táncoport, a Métyenek fognak még fellépni. Szerettünk összejönni, egy kicsit beszélgetni erről, arról, így a falu témájáról, ilyen dolgokról, úgy szeretjük azért, hogy eljövünk erre a összejövetelre mindig. Szeretünk ott lenni. Nem vagyok olyan eljárogatós hazulról, de egy ilyen rendezvényre megjelenek eljött. Főleg, amikor élt a férjem, akkor azzal jöttünk, úgyhogy hát
sajnos nincs. Unokáim vannak, dédunokáim vannak, csodálatos családom van. Ez a boldogságom most már. Na meg hát ez a mai nap, amire erre abszolút nem számítottam, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így megemlékeztek rólam. Hát ilyenkor összejönnek az idősebbek, meg hát fiatalabbak is vannak köztünk. 80 évesek lettünk, hát még szeretnénk egy darabig jönni. Úgyhogy csak egészségünk legyen, meg mindenkinek. Az idősek napjára sok vendég látogatott el. A színvonalas műsor és finom ebéd mellett a borús idő ellenére jó hangulatban eltölthették a délutánt a falu idősebb lakosai.